Mindenkit egy újabb Minecraft videóban, Bitos vagyok a Belevárszákraf szerverén. És ez a... Hanyadik ez már? Harmadik? Fú, de előre tartunk. Szóval, harmadik epizódjában a Belevárszákraf szerver. En történik kalandjaimban. És... Te van tököm már azzal, hogy folyton itt felrobbantgatják a cuccokat, és mindent visszaraktam, persze, mindent visszarakott. Azt is hiányzik, az a családa eltűnt, minden, minden máshol van. Szóval kezdelgem lenni ebből, úgyhogy ezzel nem fogunk valamit csinálni. De mindegy, szóval itt építettem egy kebet. Amit múltkor is. Ha nem tudjátok, hogy ez mi, nézzétek meg, előző második évad, hetedik epizód, valami állatfarmok annak van a címébe. Csináltam ezeket a könyveket, nagyon sok... sok idő volt, de az Ender XP farmban könnyű volt ilyen. Egy perc alatt egy követ, nem. Kevesebb, mint egy perc alatt egy könyvet, úgyhogy így csinálgattam mondjuk, nem tudom, olyan 5-10-et egyszerre, és... És aztán pedig elmentem. Aztán mindig csináltam még egyszer 5-10-et. És szia. Még egyszer csináltam 5-10-et, aztán elmentem, stb. Stb. Szóval úgy csináltam egész sokat. De... Igen, egész unalmas. Na mindegy. Szóval... Hát első dolgunk az lesz, hogy most ezt a vidört kinyírjuk. Végre sikerült összeszednem a skullokat. Nem mondom, hogy kevés idő volt, mert nem volt kevés idő, de hogy körbe-körbe járogattam ezeknél a... körbe-körbe jártam ebbe a Nether Fortress-be, aztán mindig kinyírtam őket kifosztásos karddal, ami itt tartok, ugye. Meg ilyet is ütögetek. Szóval kinyírtam kifosztásos karddal. És akkor egy idő után kaptam eleget. De... Ez az meg valamit akartam. Ruin stand. Szóval ide tesszük, mert most nem kell nagyon semmihez, és akkor kell üveg, stb. Stb. Nagyon jó, itt vagyunk Milánem 33, igen. Milánem 33 bázisában. És most egy kis dinnyét fogok szüretelni. Mert az is kell az életpotihoz. Ugye a vidőrrel fogunk harcolni ma. Szóval fel kell készülni. Erősen. Basszus, miért nem mentem be a portálon vajon? Mert sétáltam el ide. Na mindegy. Milánt már talán ismerhetitek az eddigi... ez egyik... egy videóba... na. Amit Lengionnal készítettek Team Fortress-eset. Persze vízért is ide a világ végére kellett jönnöm. Természetesen otthon nincsen. Nyee. Oké, bele is kezd... Nether Wartot persze nem hoztam. Nagyon rome, úgy... Hát csak persze nem lopták az összeset, mint minden más normális cuccomat, amit nem az Ender Chest-embe tartok. Persze, hogy ellopták! Passzák meg már. Na, szóval... Találtam egy kis Nether Wartot, és nevezgetem is. És... Igen, Witherfight. Megcsinálom a patikat hozzá. Thank you.
Legalább megvan. És így tovább, és így tovább. A következő az erőpati lesz. És ezt is meghosszabbítjuk. És egy ilyet. Igen, ilyet. És végül, de nem utolsó sorban, az életpoti. Ne már a rohadt életbe! Persze, pont most, amikor jobb dolgom is lenne ennél. És egy nem is lesz elég. Hát, bazzeg, nem tudok, Ákos. Ez nem jött ki túlságosan. Jól. Úgyhogy most nem megyek aludni. Oké, mindent az inventorimból, gyorsan ide bele. Meg kell menteni cuccokat, 5 percem van. Gyerünk. Gyorsan. Most én rohadtul nem érek rá, Ákos, úgyhogy fogd be azt a... Gondolom, itt mögötte is vannak cuccok. Aha. Hú. Ezért nem sokan múlott. Vagy... Mi van? Mindegy, szerencsére túléltem. Na, meg is vagyunk. Azt mondja, hogy talán de cseztem be a dolgaimat. Ez kell, meg a potik. Jaj, ne is új potifőzőt kell csinálnom, ez ugye most egy vicc. Alig van blaze rodom. Persze. Pont amikor kell. És még eldobhatóvá is tesszük ezeket. Jaj. Ne, ez nagyon nem volt jó. Na. Na, akkor most. Megyünk vidartolni. Ha. Te baszom. Tököm talán ezekkel a creeperekkel. Azt hiszem, itt fogunk harcolni. Kedves barátunkkal. Muha. Na akkor egy kard, egy i és más semmi, most tettem. Azt mondja, kell egy regeneráció, akkor kell egy erőpoti. Még egy regeneráció és 3 instant health és az Ender Pearl. Jó. Azt mondja, hogy ezt feltesszük ide. Elfutunk egy picit. Megisszuk ezt. Megisszuk ezt. Ezeket eldobjuk. Megisszuk ezt. És lövünk mellett. Gyerünk. Bocsánat, egy kicsit hangos. Most akarok elterjedni. Nagyon jó. És meg is halt. És meg van Nether Star. Juhú! Szép munka. Ez szép volt. És gyors. És van Nether Starom.
Another Star. Ez az. Ákos nem ért te, hogy mi az a Wittner. Sziasztok újra! Ez most egy kicsit furcsa vágás volt nekem, lehet, hogy nektek nem, mert körülbelül egy hét telt el azóta, hogy az előző részeket felvettem, úgyhogy meg kicsit nehéz is volt megtalálni azokat, de se baj, itt vagyok újra. Szóval megöltem a Withert, kaptam egy Nether Start, ebből fogok csinálni egy Beacont. Nagyon egyszerű. Itt tartottunk egy hete, most ott tartok, hogy már van egy beaconom és aktívan használom. Szóval nézzünk is ide. Le. Ez az új szobám, egy kicsit csúnya ez a felmenet, de körülbelül így néz ki. Ez lesz a központja tulajdonképpen, ez a beacon mindennek. Tehát, hogy ez lesz a középpontja, mert akkor mindenhol elér a sugár. És amint látjátok, ezeket a töltséreket és hoppereket, megérkezett a Minecraft 1.5 szerverünkre is. Szóval, jelenleg nem sok, nem a legtöbb FPS-sel nyomom az ipart, de ez betudható a Minecraft legújabb frissítésének, ugye? Az 1.5-nek, bár ettől se lett jobb. Na, se baj. Szóval, úgy van, hogy ez az ilyen olyan szobám, mint az előző. Az előző évadban is volt egy ilyen szobám, ahol volt egy ágy, crafting table, kemence, enchant, ender chest, és különböző dupla chestek cuccokkal. És ender chest, ládák, mindenféle cuccokkal, és potifőző rész, és ennyi tulajdonképpen. Szóval, elkezdtem építeni egy másik folyosót, itt ilyen dizájnokkal próbálkoztam, nem vittem át ezt minden farmer, meg nem vagyok biztos abban, hogy ez lesz a kész letisztult. Kvarcot is bele akarok vinni. De itt látható, ez egy folyosó, ami valahova vezetni fog. Még pontosan nem tudom, hogy hova, úgyhogy ne is kérdezzétek. Haha. Na, egy dolgot láthatjátok, itt vannak ezek a töltsérek, ugye ezek a hopperek, amiket soha többé nem fog töltsének hívni, mert undorodom ettől a kifejezéstől. Szóval ezek a hopperek ebből a ládából, meg ebből ugye lenyomják ebbe a kemencébe a cuccot. És van itt nekem egy nagyon-nagyon bonyolult, ám de jól működő rendszerem, aminek az a lényege, hogy ami abban a kemencében volt, az érkezik ebbe a hopperbe, ami ebben volt, az ebbe, ami belemegy ebbe, látjátok az oldalon, hogy belemegy oda. Ez egy dropper, ez egy új item a Minecraftnak. Igazából ennek az a lényege, hogy ez ledobja az itemeket, tehát ez nem olyan, mint a dispenser, ami kilövi, hanem le is dobja őket. Szóval, ezek a hopperek leviszik a kemencékbe a cuccot, kemencékből pedig lejjebb kerül egy lépcsővel, méghozzá egy olyan helyre, amit nem falasztam be, basszus. Amilyen béna vagyok. Szóval, most egyébként működésben láthatjátok. A lényeg az, hogy szóval, ez itt a kemence, ez itt a hopper, az a másik alatti hopper, ez egy dropper, ami kidobja az itemeket hasonlóan a dispenserhez. Ez egy komparátor, új redstone cucc. Megszámolja, hogy mennyi van benne. Hogyha bármi is van benne, akkor rögtön ezt ki fogja dobni. Mert belemegy egy blokkba, amin a redstone feketet az megfordítja. És amint ez a redstone fákja kikapcsol, ez az óra elkezd bekapcsolódni, és kiad jelet, ami pedig ezt a droppert észleli. Tehát, hogyha van benne item, akkor ezt kilövi magával. Hova is megy? Nos, szerintem nézzük meg mi. Erre lemegy a vízzel, és itt eltűnik ebbe a töltsérbe, onnan átmegy ebbe a töltsérbe, onnan átmegy ebbe a töltsérbe, onnan pedig ebbe a dropperbe. Ennél a droppernél ugyanolyan setup van, tehát itt egy komparátor az új redstone cucc. Tehát redstone fel kell, nem értem, miért van itt egy redstone, ugyanúgy óra,
órának a jele kimegy ide, belemegy ebbe a blokkba, ebbe a fákjába és ebbe a blokkba. Az a lényeg, hogy ebbe a blokkba energia megy, akkor ez a fákja kigapcsolódik, és ebbe a blokkba sem lesz energia, tehát így össze-vissza kapcsolódnak föl le. Lehet, hogy nem ez a leghatásosabb megoldás, de szerintem ez a legkisebb helyen elférő, és az egyik ez a dropperek fölfelé állnak, földobják az itemeket egészen bele ebbe a ládába. Ide. Szóval... Így ki. Szóval, ugye beszéltem már új redstone cucc. Ezt nether quartzból kell craftolni, amiből én össze is szedtem most így párat. Ez az 51 nether quartz ór, meg még egy, még nether quartz. És ezeket most szétszedjük. Ugye a nether quartzot a nether azon részén lehet találni, ami újonnan van felfedezve. Szerencsáromsat keresek. Van. Szóval, ami újonnan van készítve, ugye ez azt jelenti, hogy 1.5-be lett csinálva. De akkor csináljunk is valami ilyesmit. És az utolsót is beteszem, szóval két ilyen blokknyi cucc jött össze. Szerencse 3, és szétszedjük a cuccot. Nether Quartz Forever. Szóval... Ezt itt szedjük. Nagyon király, lesz sok-sok nether quartzunk, bár nem elég, de sok. És... Azon gondolkodom, hogy mit lehetne mára még csinálni. Hát... Talán... Így. Né. Szóval... Ez most belaggolt, mert ez erősen laggoltatja a rendszert. Szóval erre kell koncentrálni. De mindegy. Szóval azt akartam mondani, hogy ez, amit csináltam, ezt nem néztem le senkiről. Ezt teljességgel egyedül csináltam, és találtam ki, hogy hogyan kell, és csak néhány videót néztem még a Snapchatokról, YouTube-on, meg én is csinálgattam dolgokat, és úgy sikerült ezt összehozni. Szóval nem tudok semmilyen tutoriált linkelni most ebben az esetben. Sajnos, de... De szerintem egész jó kis setupra sikerült. Na, akkor szerintem most még ma dizájnolgatni fogunk egy kicsit. Whitelord 23, join the game, see ya! Na, szóval ez a rész megvan, de ahogy mondtam, fel akarom dobni ezt egy kicsit quarccal, szóval azt fogok használni. Itt van egy stack quartz, ebből lesz összesen 16 darab quartz blokkunk. Ja, és aki nem tudta, Netherbrick-et netherrack kiégetéséből lehet szerezni, és a netherbrick-ből pedig lehet netherbrick blokkot craftolni. Szóval ez elég jó. És hát próbálkozzunk meg ezen a részen. Például, hogy néznek ki, hogyha ezeket kicseréljük quartzra. Na, akkor nézzük meg úgy, hogy netherbrick lépcsők. És... Igen. Nézzük meg lépcsőkkel. Sokkal jobb. Alul is. Így. És így. Fantasztikó. És... Jaj. Ops. És ez itt pedig... Maradhatna ilyen stone slab. Szerintem. Szóval akkor így néznek ki egy-egy ilyen rész. Szerintem egész jó. Megpróbálom itt is megcsinálni. Tü-t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 ü
Tüdüdü. Tüdüdü. Tüdüm. Befejeztem. Az baj, hogy ez a procedúra az sok glowstone keres, nekem nincsen annyi azért. De hát ha... Találok. Ó. Fire Parker. Hát úgy jártam, hogy nincsen több glowstone-om. Úgyhogy el kell mennem a netherbe. Szerezni. Ó, basszus. Épp, hogy ki tudtam jönni ebből a lávából. Jézusom. Hol is van ez a glowstone, amiért majdnem megtököltem? Ja igen, elkezdtem laggolni, és azt a glowstone-t ott meg akartam szerezni. És persze csak az alját sikerült eltállni, és belepattantam a lába azőbe. Szerintem időben ki tudtam enderpearlezni, de így is csak három. Így a legrosszabb pillanatban 2,5 életem volt. És eléggé laggol is van a törre. Főleg felvétellel együtt. Na, 51 darab lol, ez annyi, mint a izé. Nether kvarcom. Vagy az 50 volt, hogy valami ilyesmi. Na mindegy, most megyek vissza. Nem akarok többször. Szóval eddig itt volt még egy kis glowstone, amit kibányáztam, azt kész. Itt van egy Nether Fortress, szembe szoktunk járni, és akkor erre van valahol a End. Ennek a bejáratához tartozó portál. Méghozzá ott. Basszus kulcs, félek. Meg fog találni. Ne, nem akarom. Én itt nem akarom. Ne. Nem szeretném. Hol van? Én félek tőle. Félek. Hol van? Meghalt. Elfutott. Reménykedem benne, hogy utánam jött. És meg akar ölni? Megijedtem. Ott láttam egy creeper sétálni felém. Vissza bekapcsolni a felvételt, és akkor visszajöttem már. Nem volt itt, ezt meg kell javítanunk. Javítanunk? Szép magyar szó. Na, mi van ezzel? Hol tűnt ez a földblokk innen? Emberek. Hát azért bírjunk már magunkkal. Jaj, nem igaz. És azt mondja, hogy... Na, szóval nézzük meg, hogy ezt ide. Persze itt nincs a fákem. Jaj, ide teszünk egy földet. Aha, igen, valószínű. Na, akkor... Nem úgy kéne lennie-e, hogy... Így, mondjuk. És akkor ide a crafting table. Aha. Aha, ez működik. Vagy látszik, valaki valamit csinált ezzel. De elég lesz, hogyha ide tesszük. Igen, tökéletesen működik. Na, szóval a kis utazásomból sikerült, hogy jött egy glowstone-t szerezni, meg majd majdnem halált, és le is ment a páncélom. Király, na, akkor folytassuk ezt tovább. Effektív ez a rendszer, amit készítettem. Egy újabb órányi munka kész. Tadám. Szemfülesebbek már észrevetnek valamit. Plafon. Plafont átsütöm Stone Brick-re. Meg itt végig. És akkor szerintem ez a legjobb lesz ki. Szóval ezt a dizájnt, amit itt megbeszéltem, folytattam itt. Itt és ott. Aztán csináltam egy lépcsőt így fölfelé. Ilyen bejárattal, kvarccal, és
úgy vezet föl. Ugye kettőnként Netherbreak, és annak abban van egy glowstone, és akkor direkt ugye, hogy átlósan kettő blokk a glowstone, stb. Stb. Az a baj, hogy én ezen, hát egy olyan 3-4 egy órát dolgoztam, és tulajdonképpen 10 másodpercben elmeséltem, szóval nem nagyon térül meg, nem mindegy, szóval tulajdonképpen én nem terveztem többet mára, szerintem ennyi elég lesz. Én így is elég sokat dolgoztam, jó hosszú ide kész lesz az epizód, nem is lett túl hosszú, úgyhogy köszöntöm a figyelmet, és találkozunk következő alkalommal.